Na jó van. Ezt a játékot is most már muszáj nyomatnom. Már régen nyomatta. Impossible Creatures. Ami... Már nem tudom. Biztos mutattam. Arról szól, hogy különböző állatokat kell bekombinálni egymással, és vagy valami ordinári gyilkológépet létrehozni, vagy valami horribilisen nagy hasonlást az evolúció kifutó pályájára. Hát nem tudom, én ilyet és olyat is szoktam csinálni, poénból mindenképp kell olyan állat, ami semmire nem jó, de annyira szarul néz ki, hogy azt már muszáj megcsinálnom, vagy semmi extra nincs benne, viszont tud harcolni, de minek magyarázok eddig, el kéne kezdenem már végre ezt a hülyeséget, na jó. Kezdjük a légyel, nem, mi ez? Szitakötő. Hát mivel lehetne egy szitakötőt bekombinálni, hogy olyan csodálatosan hatalmas támadó legyen? Lássuk csak, nézzük meg mondjuk a zsiráffal. Na, szitakötő, zsiráf kombó. Mindenképp azt akarnám, hogy szitakötő feje legyen. Hát csak ez így mondjuk szart se ér. Itt vannak az adatok, hogy mit tudjon, tehát be lehet kattintani, hogyha a szitakötő lábat adok neki, akkor mi plusz 14 támadás, hát hogy a francba? Ja, nem, plusz 9, de mindegy, a lényeg, hogy ez a ló, ez tud rúgni, de erőre felé már, mint a zsiráf. Ez is tud rúgni, de hát csapni pontosabban, és akkor ez már 24-et becsap. Na, hogy néz ki eddig? Elég jó, nem? Mint valami végnapjait élő inverse talicska. Fú. Jó, de ez nem is annyira szar. Én most azt hittem, hogy ez a világ legfosabb találmánya lesz. Főleg, ha még szárnyakat is adok neki. Jó, nem annyira nagyon katasztrofális. Persze, ez se egy világvége. De első állatomnak jó lesz. Látszik, hogy itt mutatja, hogy a 3-as szinten lehet elérni. De mindegy, végigmutatom, itt vannak a tulajdonságai. Amit ha épp kattintgatok, mondjuk ilyen farkat adok neki, ilyet, az látszik, hogy az csak design. Tehát semmit nem nyom alatban. Azt mondjuk törzset adok neki, szitakötő törzset. Az azt jelenti, hogy több lenne az életereje, ami elég nagy hülyeség, mert ez miért néznem már ki keményebben, mint ez. Na mindegy, sokkal kisebb, de több életerő, több pajzs, nem tudom hogyan. Mindenben jobb, de plusz egy, itt már írja, hogy 4-es korban lehetne csak megvenni. Na jó, nem, legyen így, és akkor legyen az a neve, hogy Satnya így. Na, első állatom, igazából 5 korszak van a játékban, tehát fejlődési kor. És ez most 3-as szintű, érdemes. Jó, én első 1-es szintűt soha nem csinálok, mert az 1-es szintet az kb. Legelején a játéknak átkattintom, de majd a gomeplajt is megpróbálom megmutatni. Jó van, most csináltam egy hülye állatot, most csinálok egy normális állatot, ami annyi biztos, hogy teknős, az biztos lesz benne, mert szeretem a defenzet. És akkor mondjuk, mit rakjak be? Mondjuk egy mamutot. Na, ez most nem fog annyira epikusan, bár jó, azért mondjuk el is ki tud hülyén nézni. Ez például úgy néz ki, mintha valami irgalmatlan kis szekrény lenne azokkal a lábakkal. Júj. Elefánt bezabálta a technőst. 90-es defense az jól jön, 600-as életerő. Ja, ez egy igazi ütőképes egység lesz. Hát annyi, hogy nem fog olyan túl nagyot sebezni, mert ez a monstrum, ez kisebbet sebez, mint az előbb csinált hülye légy, akármi. De ez legalább a teste ennek bírni fogja a strapát 1000-rel, és hát ilyen tank karakternek jó lesz, úgyhogy legyen szekrény. Oké. Okay. Akkor most megjön egy olyan állat, ami haszontalan. Tehát semmi nem jó. Most csak tényleg a hülyeségre fogok rámenni. Melyik a leghülyebb állat, ami innen kinéz? Hát mondjuk a béka elég hülye.
És akkor egy békát mivel kéne bekombinálni, hogy ugyan teljesen hasznavetetlen legyen? Egy termesszel, na, béka termesz kombináció. Mit tud a termesz tud harapni? Nem, inkább béka feje legyen. És akkor tudjon mérgezni. Mi? Áh, a termesz nem jó. Azt hittem, hát... Ez nem... Na mindegy, mindegy. Azt hittem, hogy a termesz tud ásni, de nem tud. Hát... Ez egy elég snasz. Há, na így már jobb egy kicsit. Fú. Jó. Ez is hármas szint. Hogy lehet egyes támadással, és hát a ranged atakja az három, de... Ez mitől hármas szint? Ez a köpet béka. Ja, hogy ő betűt nem lehet írni. Óha. Akkor legyen. B-kapitány. Hát jó van, egyre szánalmasabb ez a sereg. Még hat állat hátra van, tehát bőven lehet itt kombinálgatni mindent mindennel. Hát ez a frenetikus csőr, ez nekem nagyon megtetszett, úgyhogy ezt a csőrt bekombinálom. Legyen pók. Az a baj, most hasznos állatot kiesiánom, ez meg minden lesz, csak nem hasznos. Fuhuhuhu. Milyen démoni jelenések ezek az állatok. Tudjon hálót dobni, de... most a hálódobás képessége szerintem elveszi a lényegét ennek a csodamadárnak, ezt a impozáns farktollat. Mindegy, ne tudj hálód. Na ez egy egyes szintű egység, ez az, megvan az egyes szint. És hatos támadás, hát... Ó, egy fokkal jobb mondjuk egy pofán csapásnál. Hát mi legyen? Úgy se veszek ilyet. Lehet, hogy egyet poénból fogok venni, de most mondom egyes szinten ki a szar venne. Na jó. Kéne egy hasznosabb állatot is létrehozni. És most egy távharcosra rá fogok menni. Méghozzá egy bálnára. Igazából a bálna az messze a legjobb egységebb az egész játékban. Nem elég, hogy a legnagyobb méretben. A legerősebb támadása is neki van. Tehát akármivel a bálnát bekombinálom, de... Mondjuk mi legyen? Grizzly medvével? Milyen hülye? Hát másik hallal nem akarnám. Herkules bogárral? Az nem is olyan rossz ötlet. Vagy... Valami iszonyat nagy hülyeséggel. Mindegy, ezzel a kossal bekombinálom. És akkor van egy irgalmatlan nagy kosom, bálna fejjel. És ez igazából ezzel a Sonic atakkal, ezzel, vagy melyikkel? Nem tudom, hogy így lövöldöz a pofájába, és hát, ja, legyen az a neve, hogy OP, mert a bálna az mindig OP. Ja, hát ha azt akarom, hogy a játék baromi hamar véget érjen, akkor ezt fogom venni, de igazából jó lenne itt még más állatokkal is kísérletezni, mert ez túl vonalmas, hogy csak bálnát venni. De mondjuk ki tudja, majd meglátjuk, lehet, hogy a gép azért nagyon erős lesz. Nos, mi légyen még? Varacskos disznó, azt mindig szeretem. És... Legyen valami... angolna disznó kombináció. Disznófej. Viszont úszó, itt azt írja, hogy ez most csak úszni tud ez az állat, de... Én akarom, hogy járjon a szárazföldön is. Na, így már szárazföldre is ki tud jönni. De a franc egyen meg. Azt hittem, hogy a farkával csinálja az angolna az áramcsapást. Hát így ennek mondhatni, a büdös életben semmi értelme nincs. De mindegy, csinálok ilyet. És ez is hármas szint, csak hármas szintű egységeim vannak.
Na, ezt is elnevezzük szépen. Ajjaj, már csak három hely kiadó. Úgyhogy hasznos állatot is kéne még azért csinálnom. Egy jó négyes szintűt kéne. Mondjuk legyen egy orrszarvú. És akarok olyan lényt, ami tud ásni is. Tehát melyik az, ami tud ásni? Ez az óriás hangyász, akármilyen barom. Na, de ez így már ötös szintű egység. Mitől? Mitől? A hangyász miért ilyen magas szintű egység? A lemming az tud ásni, ugye? Lemming. Igen, tehát itt kell a képességet bekattintani. Én azt akarom, hogy tudjon ásni. Első lába lemming, hátsó lába orrszarvú, tehát tud rohamozni, és akkor orrszarvú pofát beállítjuk. Ez tökéletesen egy jó kis négyes szintű egység. Az ásás arra jó, hogy az ellenfél védelme mögé simán be tudok kerülni. Úgyhogy van egy ilyen titkos egységem is immár. Legyen lemming farka. Ez annyira felmérhetetlenül ocsmányul néz ki, hogy ezt muszáj már így meghagyni. Jó. Oké. Akkor most megint egy teljesen barom egység következik. Kondor keselyű. De az nem is olyan barom most. Csináljunk egy légi egységet már, egy normális légi egységet. Homár. Egy kondor keselyű homár. Ó. Úgy néz ki, mint a... Ha nem tudom, egy ilyen arkangyal pusztító. Na, három... Ez is négyes szintű egység, ez jó lesz, de... A kondor keselyű csőr az nagyobbat csippent, mint a rákfej. És akkor az eléggé sok mindent tud, mert tud repülni, tud úszni, azt mondjuk hülyeség, regenerálódni, és akadálypusztítás. Az nagyon jó jön, ha egy repülő egység tud akadályt pusztítani, ez nagyon jó. A játék célja igazából az ellenségnek elpusztítani a fő központját. Úgyhogy ez még jól jöhet. A csapás! Ja, még itt nézegethetem, hogy mondjuk ha ezt berakom, hát több lesz az élete, de kevesebb a páncélja, úgyhogy nem tudom, hogy a madárlábnak mitől van nagyobb páncélja, mint egy páncélos homárlábnak, de ő tudja. Oké, jó, ezt már azt mondom, hogy ezzel a sereggel már nem fogok kikapni. Van itt egyes szintű, viszont kettes szintű egységem még nincs. Úgyhogy muszáj lesz csinálnom egyet. Kettes szintű egység. Itt amúgy a szinteket be lehet állítani, hogy a szintek szerint sorrendezze. Gepárd az kettes szint, mert a kaméleon is. Legyen egy ilyen büdös gepárd. Hogy hívják el ezzel a büdös borzzal? Gepárd pofa, gepárd karom. Hú, de szánalmasan néz ki. Ilyen, nem tudom, ilyen elcseszett Tom és Jerry. Nem tudom, mintha egy ilyen cicát beraktak volna egy ilyen virsli, nem virsli, ilyen hurkatöltőbe. Közre fogták volna némi madártollal. De legyen, ettől függetlenül legyen az a neve, hogy a kecses. Jó. Na, megvan a sereg. Úgyhogy el is mentem. Mondjuk... senki háziak. Az a biztos sötét van, nem látok semmit. Most elmentettem? Jó. És akkor lehet analizálni a sereget, hogy a gép mit gondol erről a seregről, hogy mik a pozitívumok, mik a negatívumok. Lássuk. Először is mit ír? Jaj. Hát elektromosságban mindig túl sokba kerül a szén, az átlag. Igen, én mindig a középjáték, végjátékén, én szeretek a végjátékig elmenni, tehát
Na mindegy, ezeket írja, és akkor mik a pozitívumok, ugyebár, hogy 1-es, 2-es, minden színből van egységem, van repülő, ilyen öklelős cucc, távolra, na mindegy, negatívumokat inkább érdemes, túl sok a magas szintű egység, ez nem tudom mitől negatívum, tűzér egységem nincs, de hát most tök mindegy, minek kell tűzér egység, amikor a bálna is tud távolra lőni, meg minden, meg mindegy. Oké, okay, tök mindegy, itt akármit összerakhatsz, akkor is lesz kifogása a gépnek a sereged ellen. A lényeg, hogy megvan a sereg, és akkor most jöjjön a lényeg, hogy hogyan is néz ki egy gameplay. Na, újonnan, nagyon sok seregem van amúgy kegyetlen. Úgyhogy, de a mostanit kiválasztom, amit megcsináltam. Gamehib a pozitív, nem az lesz, hanem egy random sereget berakok, hogy a gép, tehát a gép serege most az én seregemmel méri össze tudását. Azt nem tudom, hogy expert vagy hard szinten próbálkozzak-e meg. Szerintem maradok a hardnál, mert az nem annyira idegtépő. Így lehet szépen, és ne is legyünk négyen, elég ha csak egy ellenfelem van. Hogy kell azt izé lehet szolosedezni. Ja. Én leszek, egy gép lesz ellenem. És hát legyen egy hard gép, azért az expert, ez tényleg olyan, hogy az ember semmit nem tud csinálni, mert már második percben támadnak. Nyersanyagból menjen bőven. Akkor hát a többi szerintem így jó. Maradhat. Az a baj, mert szerintem egy éve nem játszottam, és ajjajjaj. Azért a hard gép se egy olyan nagyon könnyű, tehát ez nem olyan, mint egy mit tudom, heroes vagy akármi. Jó, mondjuk nem is ugyanaz a stílus. Gyorsan. Tehát itt nincs az embernek ideje így szépen nézegetni a táját, hogy na, itt mit csináljak, ide építek, oda építek. Itt azzal kezdődik a játék, hogy egy parasztomat rögtön küldöm ilyen őrtornyokat építeni. 20. másodpercnél vagyunk. Az expert az mondjuk van, hogy a másfeledik percben már támad. A hard az remélem nekem egy ilyen 3 percet meghagy azért. Én nem értem, ő azonnal építi az egységvevő helyét. Én az elején azért szeretek a szénre érdemes ráállni az elején. Ezek a szenek, ez az egy nyersanyag van igazából, amit bányászni kell. És áramot kell még szedni. Ezt ilyen kis áramszedő tornyokkal lehet. Már most nincs szenem, már most nincs. Nem baj, épüljön az a torony, épüljön. És mivel limitált, egy ilyen tömböt egyszerre egy parasztot csak szedni. Ezért nincs az, hogy csinálok ide 20 parasztot, és akkor hú de jó, lesz egy csomó szenem. Itt nagyon szükséges akkor is új szénbányák után kutatni, ha éppenséggel van elég sok otthon, mert egyszerre sokkal több paraszt tudja szedni a több szénbányát. Ja, és itt vannak ezek a gejzírek. Milyen jó lehet zoomolgatni. Na, oda is lehet ilyen áram, hogyha az áramszedő megvan, kész egy áramszedő, akkor onnantól már lehet csinálni ilyen tuningabb áramtermelőt. Közben haladjon a munka, baromarcok. Oké, tornyok, ha van egy 2-3 tornyom, az már egy ilyen nagyon minimális paraszt biztonsági érzetet ad. Már kéne kort is fejlődni, a fene essen bele, mit tétlenkezd, mocsok paraszt. Jó. Tényleg itt most teljes transzba vagyok, mert nagyon rég játszottam, és nem tudom mi vár rám, nem tudom mikor jön a csapás. A kort kéne fejlődni, először ezt a advanced akármit megcsináljuk. Na, kész. Még egy tornyot csinálok, ha van rá szenem. Jaj. Hú, kicsit összeszeretlen most ez a játékmenet, de nem baj. Itt is lesz egy szénbánya, úgy emlékszem, valahol a szélen.
egész végig feszültségben vagyok, hogyha van egy kis minimál idő, akkor azonnal kattintani kell korfejlődést, itt a plusz áramfejlesztést, jó, ott minden rendben, itt a szén, és akkor még több szénbánya, 3 szénbánya az már nagyjából elég szokott lenni, így a középjátékig, aztán persze bármikor támadhat a gép. Na, közben előbb azt a struktúrás fejlesztést megcsináltam, tehát az kiunlockolta azt az épületet. Közben parasztok, azok termelődjenek továbbra is. Hanyas szinten vagyok már? Kettesben már beléptem? Nem csináltam lény... Most tök hülye vagyok, vagy nem csináltam lénygenerátort? Nem csináltam, meg spóroltam. Na, hanyadik? 3 perc. 38-nál már támad a hardgear, erről beszélek. És rohadt anyjukat, hogy ilyen távolharcos szarokkal jönnek. Semmi, nekem hol van még egység? Készítőgép műhelyem sincs, neki meg már vannak egységei. Nem baj, hogy rohadnám meg. Ez csak neki kerül, igazából ez az egy-két torony. Ez így nagyon-nagyon az elején még véd valamennyire, de... Jaj, teljes stresszben vagyok. Kéne azért fejlődni is kéne? Jó, fejlődjünk egyet. És igazából a tornyokat szerintem érdemes az elején kifejleszteni, de az a baj, hogy légi egységek ellen ez a torony nem igazán véd. Tehát egy-két légi toronnyal kiegészíteném a dolgokat. Nagyon nem érdemes szerintem az elején egységeket venni, tehát a gép az tök hülye, szerintem. Na, és csinálok egy-két ilyen kecses lényt, aminek az a neve, ó igen, itt jönnek a hurkába töltött cicák. És azért jó, hogy tud bűzölni, mert előbb jöttek azokkal a szar távolharcos egységekkel. A bűzfelleg arra jó, hogy saját seregedre, ha ráfújod, akkor az ilyen távoli egységek ellen ilyen ranged pajzsnak felel meg, mert akkor közel kell jönnék, hogy meg tudjak támadni. Például, ha most itt jönnének, köpködnék a tornyaimat, csinálok egy ilyen bűzfelleget ide, és muszáj közel jönnék, onnantól nem tudják betámadni. Ez a bűzfelleg kitart egy pár másodpercig, de minden egységemnek van egy ilyen képessége, ami töltődik. Tehát veszek 10-et, akkor van 10 bűzfellegem, és mire a negyedik feloszlik, addigra már újra is termelődött az első. Jó, most szénügyileg és áramügyileg is viszonylag jól állok. De még mindig nem ülhetek le szépen. Ugyebár csináltam olyan egységet, mint a teknős elefánt, és az olyan, hogy ahhoz muszáj vizes műhelyt csinálnom. Azokhoz a lényekhez, amihez kell vizenyősség, például uszony, meg a bálnafej, meg ilyesmi, ahhoz mindenképp kell ilyen vízilény, például a homár is vízilény, tehát a homár madaramhoz muszáj ez a... Na, megint támadsz. Na, most meg tudom talán mutatni. Igen, lövöldözik az... Ne menj ki, jó, mindegy. Tehát... És mi van? Mi ez? Tornyakra nem vonatkozik a bűzfelleg? De ilyen nincs. Na ne szarozzál meg velem! Na jó van, elég volt. Most már elég volt. Hogy rohadnátok. Várjunk, lehet, hogy szarul csináltam. Lehet, hogy nem a tornyaimra, hanem rájuk kell nyomni a bűzfeleget, és akkor... Hát nem tudom. Na mindegy, de most. Hú, de rohadt lassú. Most már megcsináltam a kis aljaskodó egységemet, és ez azért már oda csap. Igen, már futnak is. Ezekkel már nem bánsz el olyan egykönnyen. Nos, gyerünk, és akkor fejlesztem a parasztjaimat, fejlesztem a tornyaimat. Korlépés, nem, az még nincs rá szén. Most nem igazából szénből most rohadt jól állok, most áramügyileg nem vagyok a toppon. Úgyhogy most elkezdhetek bevásárolni olyan lényekből. Ez most kész van. Csinálok légi bázist is. Ebből tudom majd csinálni a csoda madaraimat. A rohadt anyátokat! Jújj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 
Ezek már hatalmas csaták itt. De gyenge vagyok! Nem igaz, még ezek az áskálódó szarok is olyan gyengék. Fön, egyen meg itt, elbízom a gépet, de nem bíztam el, mert... Nem. Toronyfejlesztés, anonnal is. Inkább még egy-két parasztot ide elküldök tornyot építeni, de miért nem tudok? Oda miért nem lehet tornyot? Hújj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 
Más! Az a baj, hogy ez meg elviszi az összes izémet. Csinálok ilyen homár madarakat. Nem fogok most már szarakodni. Na, így néznek ki a seregeim. Ez mennyit tud? Ez 22 csap. Viszonylag nagy égeterő. És repülőjátékos, úgyhogy nem rossz, nem rossz. Ajjajjaj, mekkora serege van már. Muszáj lenne, az a baj, nem érzem magam biztonságban így még egyáltalán. Jó, támadnak, de nem, ilyet kell. Fené vagy nem tudok 50 dologra figyelni egyszerre. Genetikai erősítő műhelyet mindenképp csinálok. Itt lehet fejleszteni a... Most delete, miért nem fogod fel? Az egységeimet itt lehet fejleszteni, plusz pajzsokat adagolni, meg ilyesmi. Helikopter leszállót is csinálok. Na! Ennyi torony már valamennyire így a mostani játékban is valamennyit véd, de természetesen most, hogy van szenem, most nem vagyok rest ilyenekre elpocsékolni. Jó, gyűjjenek csak a madárkák. Pi 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 pi. Lehet, hogy nem fogok szarakodni. Most én úgy látom, hogy a gép az nagyon megindult. A madaraimat egyelőre kímélem. Azok ilyen... Most az ég palástján ott elkotladoznak maguknak. Oké, a tornyai... Most, ja, hát igen, vissza is vonul. Mert ezek már fejlesztett tornyok, bizám. Egy-két légvédelmit veszek még. Az a szar, amikor itt, ez most egy darab, ugyebár innen jöhetnek szárazföldön keresztül, de ha vizes egységet vesznek, akkor vizen is jöhetnek. Ötös szintet közben elkezdem. És légi egység, hát légiekkel simán itt ezeket a szénszedőimet betámadhatják hátulról. Gondolkodik a paraszt. Jó. Na, most. Nem mondom, hogy most támadj, mert én nem vagyok az a fajta, aki lebecsülje a gépet soha. Genetikai erősítőben például most pajzsot adok a madaramnak, a másikban meg... Most mi van? A másikban meg életerőt adok a madaramnak. Ez meg néha beijeszt támadásilag, aztán visszavonul. Jó, madarakra felrakom az életemet. Nem biztos, tehát megpróbálok minden egységet szépen így letesztelgetni az ellenségen. De a madarakat ilyen végszükség esetére meghagyom, ha egyszer csak gondolna egyet a gép, és így egy elsőprő sereggel megindulna. Akkor én tudok trükközni a madarakkal. Miközben soha nem árt ide a főközponthoz egy-két légvédelmi tornyot elhelyezni, mert mondom, levegős egységgel, akármikor gondol egyet, és így megjelenik mögötted, és ha nincs légvédelmi torony, akkor az ember óriásan a szarba tud kerülni. Tehát... Jó. Ez meg még mindig ezeket a szarokat csinál. Mi az Isten ez? Zsiráf angolna. Na, ezeket én is felhasználtam, ezeket az egységeket. Csak nem így. Jó. Csinálk egy ilyen helikoptert is. Igazából ennek igazi értelme akkor van, ha vannak ilyen sziklák, például hát ilyesmi, hogy mivel gyalog nem lehet följutni, meg ugyebár a helikopter hát mindenen átmegy, bár a paraszt tud úszni, tehát ez tök jó szerintem, hogy nem egy ilyen teszetosz a szar karakter a paraszt, tehát tudok vele úszkálgatni, tudok vele felderítgetni. De, na a helikopter azért jó viszont, mert beszállok, és tudok vele szenet is bányászni. De a helikopter az akkor is tud fölvenni szenet, amikor épp a paraszt is ütik a lapáccsa, tehát így
úgymond egy szénre is odafér két paraszt, ami a szén szedést gyorsítja. Jó! Stabil a birodalom most. Gép is úgy döntött, hogy visszavonul. Most elkezdhetem ténylegesen az OP. Csinálok egy jó pár bálnát. Na. A bálna kosom, azt hiszem, az volt az a kombó. Az az én igazi nyerő emberem. Na ő a csúcs. A jelenlegi seregem csúcsa. OP. Tud úszni? Az a baj, hogy szerintem nem tud úszni. Nem. Mert igaz, hogy bálna feje van, de nem adtam neki bálna uszonyt. Tehát, hogyha farok uszonya lenne, akkor tudna úszni is. És akkor őt is elkezdem fejleszteni. Itt vannak kis ikonokban az összes lényem. Teljesen fölfejlesztem. OP. És akkor tömeggyártásba leadom őket. Most ezt az egyet megindítanám támadni. Kíváncsi vagyok, hogy egy darab OP mennyit ér az ő serege ellen. De azért először egy kis plusz pajzsot. Mennyi pajzsa van amúgy? 37-es pajzs. Itt ez százalékosan megy, tehát a 100 pajzs az a 100%. Úgyhogy ez a 37, ez ilyen, hát azért van valamennyi véderő benne. A támadások 37%-át levédi. De hogyha most fejlesztünk rajta egyet, akkor az egy plusz 10-est ráad. És akkor itt van a másik karakterem is, az az csodálatos elefánt. Na! Most szépen oda megyek. Na, 1v10. Egyet becsap. Kettőt, és ez tömegre hat a nagy bálna. Hármat. Hármat be tudtam csapni. Hú, ő is megindította a bálnáit. Na jó van, akkor itt most összecsapnak a seregek. Itt már, na ez már a nagy ágyuk. Ó, igen. Azt hiszem, hogy az én bálnáim kicsit erősebbek, mint a tiéd. Ne, madarak, nem kell, nyugalom. Elijesztettük őket a birtokról. Most szépen a fejlődésé. Van idő mindenre. Van idő fejleszgetni a különböző egységeimet. Hát nem tudom, most poénból elkezdek-e egy-két ilyen bénább egységet venni. De igazából nincs sok értelme. Itt, akinek van még értelme, a bánákon kívül ugyebár ezek a madarak, úgyhogy még pár legyen belőlük. És ezek az elefántok. A szekrények, jobban mond. Ami a mamutnak és a... Azta! 147 szén. A bálna meg mennyi? Ó, bálna meg csak 135. Tehát az az egységem, az a... Az elefánt az még drágább, mint a bálna. De vajon erősebb is? Nos, ez majd kiderül. Bálna fejlesztés. Egyéb dolgok. Hú, de ez valami, szerintem ez valami embertelenül lassú egység. Azt az, az úszási sebesség. Hát igen, ha egy teknőst meg egy elefántot bekombózunk, pontosabban mamutot, akkor az ember ne várjon szárnyaló sebességet, de még úszva is. Mi ez? Mi ez a sebesség? Mi ez a fickándozó farok? Azt a rohadt. Jó. Hát, ja, ti se fogtok kis Tokióba eljutni. Na közben itt a... satnya légy. Csinálok poénból pár satnya legyet, hogy rohadjon meg. És be is küldöm őket támadni. Tehát a... Hogy is néz ez ki? Szitakötő és... És mi volt? Jaj, zsiráf. Na. Itt most összehasonlítom az ő bálnája. 597 HP, 17-es támadás, 34-es pajzs. Az én bálnám 707 HP, de madarak nem már! Ajjajjaj. Elkóba, hú, ennyi madárral azon, már azért oda tudnék csapni. Na tehát, nekem 47-es pajzs, neki csak 34-es. Az ő HP, az enyém HP egy százassal több.
Tehát jó, nyilvánvalóan az én egységeim drágábbak is. Tehát lehet iszonyatosan nagy pénzekért is egységet fejleszteni. Az ember elkezdi kitapasztalgatni, hogy melyik egységek a legjobb kombinációk, a legerősebbek, a legdrágábbak, meg minden. Össze lehet hozni, csak hát... az nagyon sok szénbe kerül. Tehát lehet baromi erős egységet csinálni, csak például a legerősebb egység, amit eddig én nekem sikerült kikísérleteznem, több mint 800 szénbe került, dupla annyi, mint ez a bálnám. És mondjuk lehet, hogy volt dupla, annyira erős is. Ami kevés férőhely miatt néha nem jön rosszul, hogy vannak olyan egységek, amik ugyanúgy egy lélekszámot foglalnak, de oda teszik magukat rendesen. Jó, légvédelem ügyileg is most már szinte tökéletesen állok. De neki is nő a serege, növeget szépen a serege. Nekem meg fogynak a bálnáim. Amikor kicsit azért visszahívom a torony védelmébe. Így van. A torony is területre hat, meg a bálna is. Ezért a legeslegjobb egység a végére, úgyis mindig a bálna lesz. Jó, akkor fejlesztek ezeken a kis köpetlegyeken, vagy mi is a neve. És akkor itt vannak a kis köpetlegyeim. Júj! Milyen aranyos hangjuk van. 24. Lehet, hogy a köpetlegy csap a legnagyobb az egész játékban, az összes seregem közül. 26-ot csap ez a kondorkesejű akármi. 22-t csap az elefánt, és ha kifejlesztem ezt a legyet, lehet, hogy ezért hármaszintű egység, mert nagyon gyenge. 29, ez a legerősebbet csapó egységem. Ez! Hát mi ez? Tehát ez ilyen papír karakter, ez olyan, hogy nagyon hamar elpárolog. Ilyen igazi ADC. Nagyon hamar elpárolog, de azon a kis idő intervallumon belül azért nagyot oda csap. Miközben itt már vészesen fogynak az elefántusaim, úgyhogy... Jó, ideje lesz megindítanom az offenzívámat. Most már elég itt a játékból, azért a tornyok védenek. Szerintem ezekkel megindulok most szépen, ezekkel a komótos teknyős elefántusokkal. Kiknek teste 760 HP és 90-es pajzs, ami azt jelenti, hogy a 90%-át levédi a támadásoknak. És mondom, egy ilyen hatalmas HP hozzátársulva. Jó van. Csak mire odaérnek, azt a rohadt. Jó, szivárogjanak, csak szivárogjanak. Na, lássuk, mire képesek. És öklelés, az a jó, hogy az agyar, az azt jelenti, ez a horns, ez a öklelés azt jelenti, hogy akármilyen pajzsa van az ellenfélnek, ha az elefántus nagyon oda öklel, akkor kb. Értelmetlen a pajzs. Ez így semmissé teszi a pajzsot. Tehát ez az elefánt, ez ilyen igazi páncéltörő tank. De ezek ellen a bálnák ellen, hát jó hatásos lesz, mert sokkal erősebb vagyok náluk. Látszik is, hogy akkora pajzsom van, akkora defenzem van, hogy nem nagyon tudnak mit csinálni, ráadásul ha én közel megyek hozzájuk, akkor ők nem tudnak közelre lőni, és akkor nekik közelre nagyon kevés. Hát jó, 14-es, közelre kevesebbet ütnek, mint távolra. Na mi van, már most ennyi lesz, a legelső rohamomat nem tud kivédekezni? Hát az nagy szégyen lenne, jó. Nem, azért látom, hogy azért csinálgatja itt szépen a seregeit. Kíváncsi vagyok, hogy mire leszek elég. Látszik, hogy ennyi heten támadnak egy teknőszt, és alig megy le, alig csökkenget szépen a kis HP-ja. Na ezért szeretem ezeket. Igaz, hogy tényleg nem támadnak egyáltalán nagyot, de így is egy ilyen kiirthatatlan vírus, egy igazi pestis, akik kiirthatatlanok, és így felemésztik az ellenséget, szép lassan felemésztik. Ezzel a seregemmel le fogom verni a gépet. Mi ez?
Ilyen erős egységet csináltam volna? Hát ez kiábrándító lesz. Még egy se halt meg nekem. Sőt, jó, mondjuk ennek már viszonylag kevés élete van, de így... Mi ez? Jó, hát most ezzel mit tudok csinálni? Már itt van kész seregem van arra, ha jönne az ellencsapás. Jó, jöjjenek a kis legyek, hát azt hittem, hogy rájuk majd nagy szükség lesz, és majd ilyen megmentő angyalként belibbennek, és a javukra fordítják a küzdelmet, de semmi, ezek egy leigázott seregnek fognak oda menni. Még plusz egyet beléjük rúgni. Él még bárki is az ellenfélből? Hát nem nagyon. Jó, akkor... Most mi? Kis legyeimnek... Jó, ne, azért összeset ne. Kis legyeimnek is maradjon már valami ellenség. Na, gyerünk, lássuk. Lássuk azt a bizonyos lecsapást. A lecsapó képesség. Van egy légvédelmi tornya, ahhoz nem lenne jó oda menni közel. Na, lássuk, mit tudnak. Gyerünk, mire odaérnek, meghalnak! Ajjajjajjaj. Na jó van. És itt a légvédelmi torony is már lövi őket. Hát egyet kinyírtak. Na. Írjátok már legalább ezt a barmot ki. Jaj. Na jó, ez eszméletlenül szánalmas volt. Oké, Makó. Jönnek a nagy tesók. Igen. Beszóltál? Bálna. Mi volt az az előbbi? Lássuk csak, na ez hogy áll? 348 HP, 41-es pajzs, 26-os csapás, nagyobb a csap az elefántjaimnál, ezeknél az elefántoknál, de hát pajzsban meg életerő ügyileg sehol nincs. Na jó, most ezt is megnézzük, ott egy légvédelmi torony, megnézzük mit ér a kis madárkáim ellen, a kis pintyőkék ellen, az a légvédelmi torony. És igazából ez lesz az a momentum, ahol most meg is nyerem az egész csatát, mert hát most... Igazából, na ezt utálom ebbe a játékba, hogy a gép támad már rögtön az elején, nincs egy csata ív, hogy szépen felülkerekedek szép apránként. Na ezek már sokkal... Ó, na itt a légvédelmi torony, azt kéne valahogy célozni, azt támadjátok már. Egyszer... Hát két hullámban agyonvágják a légvédelmi tornyot. A HP-juk meg a pajzsuk azért elég nagy ahhoz, hogy bírja a bálnát. És mivel akadálytörők itt van, akadálypusztító tulajdonságuk van, azt jelenti, hogy épületeket nagyon jól, hatékonyan tudnak pusztítani, mert azért is jó, mert itt a főbázis a gépnek. Tehát a játék célja az, hogy főbázist elpusztítsuk, tehát én is kikapnék, a főbázisa megdöglene. Ami most itt elefánt agyarakkal csapkodva ítéletnapig eltartana, de jönnek a kis madárkák. És mondom, ez a fajta taktika, hogy csinálsz olyan madarakat, akik akadálypusztítók, ez nagyon jól tud jönni elhúzódó csaták esetére. Tehát amikor már látod, hogy nagyon támadnak téged, nincs nagyon sok esélyed, akkor megéri ezeket a madarakat egy ilyen elkülönített kis régióba gyűjteni. Tényleg az utolsó szenetet is használt, hogy legalább egy 30 fős madársereg összegyűjjön. Kerüld meg vele a gép seregét, és amikor éppen már úgy van, hogy az utolsó parasztotjait ezt is kinyírta, már pusztítja a főházadat, akkor te hátulról beszállsz a madarakkal is pillanatok alatt a főbázisát, mire hazaérne, hogy elkezdhetné bevédeni, addigra te már széjjel rombolod. Úgyhogy, hát egy ilyen rövid játék volt, igazából hosszabbat szerettem volna mondjuk több gép ellen, de első sereg, és első seregnél tényleg először le kell tesztelni, hogy mi hogy működik, de lehet, hogy ebből még fogok ilyesmit nyomatni majd később.